2-1 nyert a Ferencváros, de abszolút emelt fővel jöhetetek le a pályáról, nagyon jó meccset játszottatok. Így van, hát mondhatni azt, hogy igazából egy pontrugás góllal nyerték meg, szerintem elég vitatott volt ez a 11-es. Én úgy gondoltam volna, hogy azért nem egy ilyen dönt, azért a Fradi, tudjuk, hogy milyen keret, tudjuk, hogy kik játszak, válogatott futballisták, én úgy gondolom, hogy semmi szégyenkezni valónk nincsen. Egyenlegú ellenfelei voltunk a Ferencvárosnak, sajnos egy ilyen bírói tévedés miatt kiestünk a kupából. Végjátékokban lehetünk volna pontosabbak, talán ez lett volna a kulcsa a mai meccsnek. Hogyha ez sikerül, akkor meg is nyertük volna ezt a meccset. A Ferencváros olyat játszott, amit itt kevés csapat, ők is támadtak, azért az láthatóan feküdt a Puskás Akadémiának is. Hát igen, ők is ugyanolyan szép focit játszottak, mint mi. Bár párszor felívelték, inkább a másik félidőben, amikor a bizonyítani beállt, akkor inkább rápróbáltak játszani, de szerencsére sikerült kivédekeznünk. Nagyon sokat harcoltál, nagyon olyat küzdöttél ott a középpályán. Igen, ez most egy ilyen brusztos meccs volt. Nekem is ebbe kell majd fejlődni, hogy pontosabban kell majd ott a végjátékoknál, de nagyon, nagyon oda kellett tenni magamat, igen, úgyhogy ez egy nehéz meccsnek mondható.